kis urak, a lelkes tenyér akusztikus megnyilvánul. Hihetetlen 3,5 órás előadásunkat mindjárt elkezdjük, melyet a mai napon 25 percig járt. Aktuális ez a darab nagyon, mert ma bizony anyák napja vagyok. Na azt tessenek elképzelni, hogy történetünk elején én még meg sem születtem. Ültem fönt egy ilyen szép felhő szélén, lógattam a lábamat, jól éreztem magamat, mint a kis tehén. Aztán arra gondoltam egy napon, hogy meg kéne már születni erre a földre. De hát, ki legyen az én anyám? Ki legyen az apám? Anya csak egy van, és az nem. Tehát, ahogy így lenéztem, pont Budapestre, a Millenáris Parkra, láttam egy nagyra nőtt legényt. De ez akkora volt, hogy el is határoztam, hogy ez a legény lesz majd az én édesapám. Híres volt ő arról, hogy ha végigment a Lövőház utca felé, akkor katonás léptei alatt csak úgy düngött a talaj. Na mutassa meg a katonás lépteit! Hopp. Persze nem csak katonás határozott léptéről volt híres, hanem hihetetlen messzire látó képességéről. Mutassa meg, milyen messzire lát! Tokió! Másik irány! Dabasári! Előre mit lát? Hajde, Pista! Na, nem. A Vajda Pistát nem keresi föl, mert múltkor is lement itt a két lyukuba. Aztán nem mondom el, hogyan nem jöttek föl. De ha már szóba került a kocsmaipari szakáruház, akkor el kell mondanom, hogy ez a regény ott nótát rende. A jelenlévő sokadalom ritmikus tapsától kísérve valahogy így járta a csirdingölőt. Hogy az mondja? Még mulatozni, hisz legény ember. Bár mondom, én még meg se születtem, de én olyan okos gyerek voltam már akkor is, hogy tudtam, hogy egy fecske nem csinál másik fecskét. Úgyhogy kell egy édesanyja is. Hát ki legyen az anyám? Ekkor láttam meg ezt a cinkalánkát. Ja, patyolat ruhába járt nem csak ünnepnapon. Azaz, igazgatta ruhácskáját. Igazgatta fejlődő nőiességét. De nem maradt el nap, hogy az imádkozás szent kötelezettségének eleget ne tett volna. Hát... Igen ám, de ha egy-egy sokadalomban rossz ételt adtak volna neki, vagy az árus pár forintocskával megkurtította volna a visszajárót, akkor megmutatta igazi temperamentumát! Hajj, az ő vérmérséklet! Jaj, ne fölrekedjen! Ne fölrekedjen! Nem tehetnek róla! Jó? Jó. Jó, nyugodjon meg! Majd találkozunk az adrenalin. Szinte. No, ekkor már láttam, hogy ez a lányka lesz az én édesanyám. De azt képzelj el a tisztelt sokadalom, hogy ez a leány nem ismerte ezt a legényt. Ez a legény meg nem ismerte ezt a leány. Azért olyan szervező tevékenységbe kezdtem, mint az egyszer volt fesztivál szervezői, vagy egy kicsit másmilyenbe. És hihetetlen vásári sokadalmat szerveztem azért, hogy leendő szüleim megismerjék egymást. Hölgyeim és uraim! Kérjük szépen ünnepi és vasárnapi kalapomat. Kisasszonyok, kisurak, hölgyek, fiúk, lányok, kutyák, macskák, mások. Fantasztikus mutatványok következnek a világon először. Van szerencsém bejelenteni, hogy itt tartózkodik közünkben. Kezét csókolom, segítséget kérek, hogy szólítatom a kisasszonykát.
Hanga! A fészkes főváros legnagyobb mágusa. Hanga a műértő közönségnek előadja fantasztikus mutatványát. Tessék! Ja, bocsánat, várj, jön, segítünk, jó Hanga? Ugyanis hozzuk a hihetetlen fantasztikus kellékeket. Íme, ahogy Hangával előtte telefonon megbeszéltük, itt a mágikus öntözőkanna. Víz van benne, ne nézzük. És itt látható a csodálatos fű. Gramja 3800. Hanga egy szempillantás alatt csak puszta locsolással megnöveszti a fület. Följebbről, ne jön gyorsan! Lassan! Türelem, váróterem! Ha! Nej! Hanga a mágus! Köszönöm szépen, művésznő! Fáradjon az öltözőjének! A jelenetet a Csodák Palotája és a Kendermag Egyesület támogatta. És ezt megtapsolják, döbbenet. Na, menjünk tovább!